Év végéig megtervezik az új tűzoltó laktanyát. Belgyógyászok tanácskoztak Parádfürdőn. Palóc tájház Gyöngyösön. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Várhatóan az év végére elkészülnek az új gyöngyösi tűzoltó laktanya tervei. Erre közel 30 millió forintos támogatás ígért az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató Balázs József országgyűlési képviselőnek. Az új laktanya megépítése becslések szerint 500 millió forintba kerülne. Korszerű autót kaptak a gyöngyösi tűzoltók, de nem fért be az ajtón. Riasztáskor gyorsan kellene vonulni, de időbe telik, mire egyáltalán az ajtót ki tudják nyitni. A problémáról Balázs József országgyűlési képviselő már folytatott egyeztető tárgyalásokat a városvezetéssel és a helyi tűzoltóság vezetőivel. Hétfőn pedig az Országos Katasztrófavédelem főigazgatójától, Bakondi Györgytől kapott ígéretet az új laktanya terveinek finanszírozására. Ezt a hosszas előkészítő munkát akceptálta Bakondi úr, és ígéretet arra, hogy ebben az évben az új tűzoltó laktanya tervei elkészülnek, és erre biztosítja az Országos Katasztrófavédelem a tervezés költségeit, amely mintegy előzetes becslések szerint mintegy 30 millió forint nagyságrend lehet. A tervek várhatóan ez év végére elkészülnek, így a gyöngyösi projekt is bekerülhet a folyamatosan zajló országos tűzoltó laktanya építési programba, amelyet 2014-től hazai és uniós forrásból finanszíroznak majd. A képviselő szerint az is elképzelhető, hogy nyugati mintára közös bázison lehet a rendőrség, a tűzoltóság és a mentőszolgálat. Ehhez azonban további egyeztetésekre lesz szükség. Ha megvannak a tervek, akkor világosan látjuk, hogy mi mennyibe kerül. Erre mind hazai, mind pedig Európai Uniós fejlesztési források is fognak rendelkezésre állni. Előzetes költségbecslések szerint mintegy 500 millió forint lenne a konkrét megvalósítása egy új tűzoltóalattja létesítésének. Az újabb bázis megépítését a Mátrai erőmű vezetése is támogatásáról biztosította. Több helyszín is szóba került, így például a gyöngyösi honvédségi laktanya területe is. Az új bázis megvalósítására a nyár folyamán egy szakértői csapat érkezik Gyöngyösre, akik felmérik a lehetőségeket. Parádfürdőn tartotta a tavaszi tudományos ülését a Magyar Belgyógyász Társaság Észak-Kelet-Magyarországi szakcsoportja. A helyszín választás nem volt véletlen. A Parádfürdői Kórház nemrégiben ünnepelte fennállásának 60. évfordulóját. A konferencia fő témái a belgyógyászat és reumatológia határterületi kérdései voltak. A tanácskozásra közel 120 szakorvos mellett a környék házi orvosai is meghívást kaptak. A reumatológiai betegségek Magyarország felnőtt lakosságának jelentős részét érintik, már népbetegségnek számítanak. A hatékonyabb gyógyítás érdekében a belgyógyászok és reumatológusok együtt tanácskoztak. Ezeknek egy jó részével a belgyógyászok foglalkoznak, és mint ilyen határterületi téma került ez kijelölésre, és a témához jól értő, kiváló szakemberek tartottak, illetve tartanak referátumokat és a fő témához csatlakozó esetbemutatásokat. Az elmúlt években mind a terápia, mind a diagnosztika terén jelentős tudományos fejlődés történt. Ezen a konferencián ezekről az új ismeretekről is hallhattak, és tapasztalatot cseréltek a szakorvosok, hogy minél hatékonyabb legyen a betegek kivizsgálása és kezelése. Fontos, hogy a reumatológiai betegségeket is minél hamarabb diagnosztizálják. Egy korábbi felismerés, egy időben elkezdett terápia azt jelenti, hogy egyrészt a betegek életminősége jelentős mértékben javul, és nem alakulnak ki azok a deformitások az izületekben, amelyek a későbbiek során jelentős mértékben rontják az ő munkaképességét, életminőségét. És élettartamukra is hatással lehetnek ezek az elváltozások. A reumatológiai terápiát forradalmasították az új gyulladáscsökkentők és biológiai szerek, hangzott el a tanácskozáson. A konferencia arra is lehetőséget adott, hogy az orvosi szakma értékelje az egészségügyi dolgozókat érintő béremelést.
bármilyen béremelés itt az egészségügyben, mert ez nem csak az orvosokat, hanem a szakdolgozókat is érinti, javítja a közhangulatot, javítja a közérzetet, és reméljük hozzájárul ahhoz, hogy az a tendencia, ami most az elmúlt időszakban volt, hogy egyre több fiatal kimegy külföldre, az megálljon, és hogy itt maradjanak a fiatalok itt Magyarországon, meg a szakdolgozók, és itt szolgálják a betegek érdekeit. A Debreceni Orvos és Egészségtudományi Centrumban az országos béremelésen kívül ösztönző juttatásokkal próbálják vonzóbbá tenni a hiány szakmának számító területeket, tette hozzá az elnök, de véleménye szerint ezre a lehetőséggel egyre több kórház él. Egy az 1917-es tűzvész után épségben megmaradt régi palóc házból alakították ki a kortárs palóc tájházat, melyben olyan alkotók mutatkozhatnak be termékeikkel, akik a palóc népművészet elemeit felhasználva alkotnak új, egyedi kortárs műveket. A tavaly augusztusban elindított, most lezárult projekt eredményeként egy olyan intézmény jött létre, mely a palóc identitás erősítését segítheti majd. A kortárs palóc tájház kialakítását a régi Kossuth utcai házból 2012 nyarán kezdték el. Mostanra így néz ki az épület, mely hamarosan Gyöngyös új kulturális centruma lehet. Az ünnepélyes projekt záró már ízelítőt adtak abból, milyennek is képzelik el az itteni rendezvényeket. Zsarnocki Martin projekt gazda kiemelte, az épület több funkciós lesz. Egyrészt hagyományos értékeket őriz, másrészt fiatal palóc művészek számára teremt nyitott szellemi műhelyt. Az egyik olyan szervezet, mely biztosan helyet kap a Kopatában júniustól, az Aradi Mária által vezetett Almavirág Szociális Szövetkezet. Számukra fogjuk az egyik helységet egy mintateremnek és egy bemutatóteremnek felajánlani, illetőleg együttműködni velük. Egy nagyon érdekes kezdeményezést végeznek, ugyanis felajánlásokból és különböző, úgymond másoknak kacat vagy már nem értékes dolgokból megújult használati tárgyakat készítenek. Pont ez az, amit mi keresünk, ilyen partnerekkel szeretnénk dolgozni. A Kopata hírére az elmúlt hónapokban több a palóc hagyományokat innovatív módon felhasználó egyesület jött létre a városban. A Míves Kaláka Egyesület és a Szivárvány Alkotócsoport is érdeklődik a tájház kínálta lehetőségek iránt. Gyöngyösen és környékén rengeteg olyan ember van, aki az üveggravírozástól kezdve a fonásig, festésen keresztül, kosárfonásig olyan gyönyörű dolgokat tudnak csinálni. Ezeket meg kéne tanítani a gyerekeknek. Részben azért, hogy szélesedjen a látókörük, részben meg azért, mert lehet, hogy valaki rátalál arra, hogy mi az ő útja. A tervek szerint az épületben egy állandó népművészeti alkotótér mellett kialakítanak egy másik teret, ahol különböző művészek rotációban dolgozhatnak és mutathatják be mesterségük fogásait. Mi szeretnénk azt, hogyha a kortárs palóc tájház úgy indulna, hogy minden olyan művész, aki kedvet kap egy alkotáshoz, az itt helyet kapjon, illetve legyen egy olyan hangulat az egésznek, ami miatt ideges lesz kötelező jelleggel előbb-utóbb a gyerek elhozzák a szülőket, hiszen fontos lesz az, hogy lássák azt, hogy hogyan is készülnek bizonyos kézműves termékek. A Kopatában különböző kézműves vásárokat, innovatív előadásokat is terveznek. A június 1-i nyitást követően az Almavirág Egyesület állítja ki kézműves termékeit, és próbálja rendezvényeivel a most még élettelen házat élettel megtölteni. A márciusi tél nagy károkat okozott a méhészeti ágazatban. A szakemberek szerint a hideg miatt gyűjtőméhek nélkül maradtak a repcetáblák, ezért a várható méztermés is jóval kevesebb lesz. Már az akácosokba kellene szállítani a méheket, de a májusi eső műhelybe kényszerítette a méhészeket. Így Ludányi Béla nekilátott a műlépek készítésének, hiszen ez is fontos feladata a szakembereknek a mézgyűjtés időszakában. Azért van rá szükség főleg, hogy a tiszta mézet tudjunk jó ízű mézet termelni, illetve a méheknek a lépjei az egy idő után előregedik, elsötétedik, és minél fiatalabb, minél frissebb a lép, annál egészségesebbek is a méhek. A méhek egészségére nagyon kell vigyázni, mert kevesen vannak, mondja a szakember. A nagy hideg miatt a méh királynő kevesebb petét rakott januárban, így egy nemzedék kimaradt, a gyűjtő méhekből kevés kelt ki, ecseteli Bognár Éva. A márciusi tél az az áttelelő méheket is megtizedelte. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület által megfogalmazott eredmény az úgy szól, hogy a tavalyi betelelt állománynak körülbelül a 30%-a elpusztult, és a megmaradt 70%-nak pedig az 50%-a termelőképes.
A szezont így jóval kevesebb termelő családdal kezdték, ezért kevesebb mézre lehet majd számítani. Ezekben a ládákban repce és tavaszi vegyes virágméz van, ami pergetésre vár. Ez is jóval kevesebb az időjárás miatt. Az akác virágzását az eső még késlelteti, ami egyelőre nem baj a szakember szerint. A lehűlés az nem olyan nagy baj, mert legalább az akác virágzást egy kicsit visszafogja. Ugyanis az elmúlt években mindig az volt a probléma, hogy hirtelen leégett a virág. Ez történt most a repcével is. A repcevirágzás is általában 2 hétig szokott történni normál körülmények között. Most viszont úgy néz ki, hogy 1 hét alatt levirágzottak a repcetáblák is. Az akácméztermést egyelőre még megbecsülni sem tudják, sok múlik a virágzáson, és azon, hogy mennyi nektárt tartogatnak az akácfürtök. A Tiszta Mátráért akciót 2002. novemberében szervezte meg először a Kékes Turista Egyesület. Azóta minden évben 2-szer összegyűjtik a Mátrában elszórt szemetet. Idén azonban kevés dolga akadt a személygyűjti túrán résztvevő 150 aktivistának. A korábbi évekhez képest alig találtak szemetet. Aranyos emberek ilyeneket. Ez az aktivista épületbontásból származó törmeléket mutat. Ezt is az erdőben találta. Az idei tavaszi Tiszta Mátráért akciót mégsem ez jellemezte. A Kékes Turista Egyesület tagjai évek óta járják a Mátrát, de azt mondják, ilyen kevés dolguk talán még sosem volt. Sokkal kevesebb szemét volt, úgyhogy azt hittük, hogy üresen kell ide visszatérnünk. Azért örültem meg, hogy itt az utolsó szakaszon találtam ezt a vödröt, műanyag csövet. Valamit tudtam hozni. A jellemző szemét mostanra a műanyag italos flakon és a chipses zacskó maradt. Bár azért voltak érdekességek. Sörös dobozokat találtunk, és legnagyobb meglepetésemre Solymos közelében egy teljes dobozt. Hogy egy solymosi hogy ihat tejet, hát ezt nem fér a helyembe. Az idei túrára 150-en jöttek el. A jó idő sokakat kimozdított otthonról, többen egy kellemes kiránduláshoz kapcsolták a hasznos munkát. Túrázni már voltam én is elég sokszor a Kékes Túra Egyesülettel, de ezen a projekten még nem vettem részt. Úgyhogy úgy gondoltam, a kis lelkemnek ez nagyon jót tesz. Meg egyébként is szoktam én is túrázgatni, családilag is, barátilag is, és felháborít, amikor szemetet találok a természetbe. Ma már nem csak az egyesületi tagokra és az idősebbekre lehet számítani. 2 iskolából 37 diák vett részt a szemétszüretben. Abban, hogy a Mátra tiszta maradt, a szervezők szerint nagy szerepe van az elmúlt 10 év akcióinak, illetve annak, hogy a fiatalok gondolkodása is megváltozott. Attól is lehet, hogy az embereknek megváltozott ugye a környezet tudatossága, vagy a másik az, hogy kevés túrázó jár a Mátrába, de ugye mi azt vettük most észre, hogy itt is Mátrafüreden rengeteg autó van, sok ember van fönt. Inkább az előző, ugye, hogy környezettudatosabbak lettek az emberek. A Tiszta Mátráért akciót szervező Kékes Turista Egyesületben azt remélik, hogy ez a folyamat tovább folytatódik, és eljuthatnak oda, hogy évente már csak 1 szemétszedő túrát kelljen szervezniük, és idővel talán erre sem lesz szükség. A Gyöngyösi Serdülő csapat kiváló teljesítményével bejutott az országos döntőbe, tudtuk meg a csapat edzőjétől, Négrinyi Tibortól. Alapszakaszból azt hiszem második helyen, nem, első helyen mentünk tovább egy a középdöntős szakaszba, mert volt egy vereségünk, meg egy döntetlenünk, aki első lett, attól kaptunk ide a hazai pályán, megvertük, egy 1 pont előnnyel ő ment be. A középdöntős csoportba, ahol ott onnan kvalifikáltuk magunkat, ott még van hátra 2 forduló, de most már ugye matematikailag is biztosítottuk a helyünket az országos döntőbe. Tibor csapatával a döntőre történő felkészülésben minden segítséget igyekszik felhasználni. Nem láttam még az ellenfeleket játszani. Szeretnék majd róluk ugye anyagot szerezni, kielemezni őket, ugye felkészülni belőlük, és mindenféleképpen azt szeretném, ugye, hogy titkos vágya, hogy felkerülni a dobogóra, ott ugye bármelyik foka az már hatalmas előny lenne, vagy hatalmas eredmény lenne. A klub történetében első alkalommal szerepeltek ilyen jól a serdülő korcsoportban kézilabdázó gyerekek. A döntőben kis szerencsével és egy jó sorsolással akár a dobogó valamelyik fokának megszerzése sem kizárta a gyöngyösiektől.
A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap és a kultúra lehet a Varga csomag legnagyobb vesztese, írja a nol.hu. A magyar közlönyben megjelentek a zárolás részletei. Eszerint összességében a kiadásoknak kevesebb, mint 2%-át kell megtakarítani, ám a korábbi hírekkel ellentétben nem látszik, hogy mindenütt azonos arányú volna a zárolás. A kulturális és az innovációs alapoknál a költségvetési főösszeg 9%-át meg kell spórolni. Új kiírás jelent meg azoknak a kiskereskedőknek, akik korábban dohányárusítással foglalkoztak, de nem nyertek jogosultságot a koncessziós eljárásban. A pályázat feltételeit a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit ZRT honlapján már el lehet olvasni, holnap pedig két országos napilapban is közzéteszik, jelentette be Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára. Feltétel, hogy a jelentkező legalább 20 éve egy döntően dohánytermék értékesítésével foglalkozó szakboltot üzemeltessen. Gazdasági híreink végén pedig nézzük, hogyan alakultak a nap végén a Budapesti Értéktőzsde főbb részvényei. A Magyar Telekom 350, a MOL 16840, az OTP 4913, a Richter 33960, a TVK 1965 forinton cserélt gazdát. A tőzsde hivatalos indexe a BUX 18694 ponton zárt, ami a legutóbbi értékéhez képest 13 pont emelkedést jelent. Az aktuális végén pedig híreink következnek egy-egy mondatban. Évvégéig elkészülhet az új gyöngyösi tűzoltó laktanya terve, a katasztrófa védelem támogatja a terveztetést. Parádfürdőn tartotta tavaszi tudományos ülését a Magyar Belgyógyász Társaság Észak-Kelet-Magyarországi szakcsoportja. Új kulturális centrummá válhat a most elkészült kortárs Palóc tájház. A márciusi tél nagy károkat okozott a méhészeti ágazatban. Újra tiszta a Mátra, miután kitakarították a Kékes Turista Egyesület által szervezett aktivisták. Gyöngyös és térsége híreit látták kedden, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha híreinkről lemaradtak volna, megnézhetik a gyöngyöstv.hu oldalon. A viszontlátásra!